nehéz lesz, és nagyot kell küzdenünk majd ez alatt a három meccs alatt, de én már nagyon örülni fogok, ha már két meccset megnyerünk, a harmadik az már örömjáték lesz. A magyar női kézilabda válogatott a hét elején Telkiben készült, hiszen a gárda kevesebb, mint egy hónap múlva a győri olimpiai selejtező tornán vívhatja ki a tokiói kvalifikációt. A nemzeti csapat Oroszországgal, Kínával és Szerbiával játszik. A tornáról az első két helyezett utazhat az olimpiára. Mindenkiben látszódik, hogy ez a föl kell, és minden nap úgy kell föl, hogy olimpiára szeretne kijutni. És úgy is edz, szóval most úgy is edzettünk, hogy a látszódott a lányokon, meg éreztük magunkon, hogy ez tényleg komoly most ez a dolog, és szeretne mindenki ott lenni. A válogatott pedig tanulna a decemberi Európa-bajnokságon elkövetett hibákból. A legnagyobb nehézség számunkra az volt, hogy nem tudtuk kipróbálni egymást, tehát nem tudtunk mérkőzést játszani, nem tudtuk, hogy éles helyzetbe kit, mire, hogyan, milyen összetételbe tudunk használni. Erre nyilván az Európa-bajnokság egy rendkívül jó próbatétel volt, még akkor is, hogyha ez azért eléggé kudarcos volt, de a hibákat tudtuk összesíteni. Tehát azt gondolom, hogy ez egy borzasztó nagy tapasztalat, és ezt, hogyha jól tudjuk felhasználni, akkor mindenképpen bizakodva várhatjuk az olimpiai selejtezőt. Háfra Noémire a válogatott mellett a Fradival a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is feladatok várnak, de a pályán kívül is szerepet kapott. Egyedüli sportolóként nagykövet lett a Highlights of Hungary-nél. A szervezet 7. éve mutatja be a legkiválóbb teljesítményeket, Háfra jelöltjei között pedig Görbic Anitát és Terbik Árpádot is megtalálhatjuk. Néha tök jó kizökkenni egy picit, és mondjuk egy zenészt, vagy éppenséggel egy másik sportot megközelíteni, vagy egy művészt megnézni, vagy épületet esetleg, ami itt van Magyarországon, és még soha nem láttam. Úgyhogy én abszolút csodálattal tekintettem ezekre a dolgokra. Én a pályán is maximálisat szeretném nyújtani, és az életben is 100%-ot nyújtok. Ez egy olyan dolog, amiben 100%-ot kell belerakni, de egy kicsit rugalmasabb is azért. A Highlights of Hungary online díjátadója február 25-én lesz.